Sziasztok! A mai anyagunk az Android felhasználói felületével kapcsolatos, a Table Layout-tal fogunk megismerkedni. A Linear Layout után a második talán legfontosabb konténer elem a Table Layout. Az esetek döntő részében ugyanis táblázatos formában szeretnénk komponenseket megjeleníteni a kijelzőn. A Table Layout hasonlóan a HTML Table tagéhez, a benne lévő elemeket, a táblázat celláiba kerülő komponenseket a table row határozza meg, azaz egy táblázat sor, és a táblázat soron belül kell megmondanunk, hogy az adott elem melyik oszlophoz tartozik. Két egyszerű példa látható itt a sematikus ábra mellett. Az egyik ugye mutatja a sorokat és benne az oszlopokat. Változatos szélességgel és magassággal tudjuk elkészíteni a sorokat és oszlopokat. Mellette pedig a jobb szélső ábra egy egyszerű és tipikus felhasználási lehetőséget mutat be, egy bejelentkezési képernyő. Mielőtt rátérnénk a gyakorlatra, még egy ábrán tekintsük át, hogy hogyan is épül fel egy tipikus androidos felhasználói felület a Table Layout segítségével. Az ábrán látható, hogy a gyökérelem általában egy Linear Layout, ebbe fogunk elhelyezni mi egy Table Layoutot, amiről látszik, hogy egy konténer, egy View Group, hiszen ebben gyermekelemeket lehet elhelyezni, tipikusan table row elemek helyezkednek el a table layouton belül, majd a table row-n belül helyezzük el magát a text view widgetet, vagy az edit text widgetet, és ezzel tudunk felépíteni egy felületet. Most, hogy az alapokkal tisztában vagyunk, menjünk a Visual Studio-ba, és nézzük meg, hogy mindezt hogyan kell megvalósítani a gyakorlatban. Elő van készítve egy projekt, tulajdonképpen egy egyszerű androidos projekt van betöltve, itt vagyunk a designer nézetbe, kezdjünk neki a felületnek. Egy cím megadó felületet fogunk létrehozni, hogy megismerjük a legfontosabb tulajdonságokat, amelyeket a táblázat nézettel kapcsolatban használnunk kell. A Toolboxban keressük ki a Table Layoutot, meg is találta nekünk, alatta látható, hogy ugye a másik fontos elem a table row, ami ugye fölépíti a táblázatot, található a table layout alatt. Válasszuk ki a table layoutot, és drag and drop technikával helyezzük el a képernyőn. Látható, hogy három sorból és három oszlopból épül föl alapértelmezés szerint ez a táblázat. Most helyezzünk el szövegmezőket, text view widgeteket, az első sor első oszlopába, majd alá még egyet. Az első lesz ugye a name, alatta pedig az address mező fog elhelyezkedni. Most helyezzünk melléjük egy szövegdoboz elemet, plain text, 1, 2. Szépen látható, hogy a text view widgetek fölveszik azt a méretet, amely minimálisan szükséges ahhoz, hogy a bennük lévő tartalmat megjelenítsék. Ezzel szemben pedig a plain text widget egy minimális méretet vesz föl, hiszen nem tudja, hogy mekkora szöveg fog belekerülni, tehát éppen csak jelzi, hogy itt egy szövegbeviteli mező van. Bár ez logikus, felhasználói felület szempontjából nem szerencsés, ezért állítsuk be a weight tulajdonságot, amit a layout, linear layout csoportban találunk, és már is szépen meg fog nőni a szövegdoboz szélessége, amely sokkal kellemesebb a felhasználók szempontjából. Most, hogy elhelyeztünk pár elemet, már is nézzük meg a felhasználói felület forráskódját. Látható, hogy a gyökérelem egy linear layout, ezen belül van elhelyezve a table layout, a table layouton belül pedig a table row első, majd a második
sor látható, végül pedig a harmadik. A table row-n belül helyezkedik el egy text view, meg egy edit text, és hogy melyik oszlopba tartoznak, azt a layout column tag fogja meghatározni. Itt látható layout column 0, tehát az első sor 0. oszlopa, abban helyezkedik el a text view, míg az edit text az a layout column első oszlopában helyezkedik el. Azt hiszem, hogy világosan látszik, hogy hogyan kell fölépíteni egy ilyen felületet, de most haladjunk szépen tovább. Helyezzünk el a felületen még egy text view-t. Ennek a neve legyen az, hogy City. Mellé teszünk egy plain textet, majd megint egy text view, ez pedig nem lesz más, mint a state. Oké. A következő a problémánk, vagyis a feladatunk, hogy el kéne helyeznünk ide még egy plain textet, egy szövegdoboz, hogy meg tudjuk adni a state-et. Ezt most úgy tudjuk megtenni, hogy egy kicsit gyakoroljuk a XML-es forrás szerkesztést is, hogy megfogjuk a plain textet, és szépen ide alulra dobjuk a felhasználói felületen, drag and drop technikával. Ezután átjövünk a forrás nézetbe. Itt legalul megtaláljuk ezt az elemet, hogy edit text, és kitöröljük. Következő lesz a feladatunk, hogy bemegyünk a table row-ba, az utolsó table row-ba, és itt hozzáadjuk. Természetesen a layout width és height értéket kitöröljük, tulajdonképpen csak az ID-t hagyjuk meg egyelőre. Persze még nem vagyunk készen, hiszen meg kell adnunk az oszlopot is, amely most a harmadik oszlopot fogja jelenteni. Nézzük meg a design nézetet, és már is látható, hogy a táblázatunk átrendeződött, hozzáadtunk még egy oszlopot, itt lehet látni, hogy itt van két üres oszlop, valamint itt pedig ugye a state-hez hozzárendelt plain text widgetet láthatjuk. A méret itt sem megfelelő, ezt is a weight tulajdonsággal tudjuk állítani. 1-es, 2-es, azt hiszem, hogy itt igen, elgépeltem valamit. Weight 1, oké. És a width-et, azt kitöröljük. Rendben van. És már is láthatjuk, hogy egészen kellemes a felület. Egy dolog, ami zavaró, hogy itt felül a name és az address mezőhöz tartozó szövegdobozok nem tölti ki teljesen a rendelkezésre álló helyet. Ez egyébként jelenleg logikus, hiszen megmondtuk, hogy az első sor első oszlopában és a második sor első oszlopában helyezkednek el, hiszen nullától számozzuk, igaz, ebben az értelemben ez a nulladik sor, első sor, második sor, és akkor nulladik oszlop, első oszlop, második oszlop, harmadik oszlop, negyedik oszlop. Tehát át kellene valahogy hidalni ezt a két oszlopot itt, tehát benne vagyunk az első oszlopban, plusz még kettőt kell mennünk, azaz három oszlopot kell áthidalnunk. Ezt a layout span tulajdonság állításával tehetjük meg, menjünk is bele a forrás nézetbe. Jó, edit text. Android, layout span 3, jó, nézzük meg, hogy mit okozott ez. Ebben a pillanatban szépen áthidalta az utolsó két oszlopot, állítjuk ezt át a másik sorban is.
és szépen kialakult egy kellemes felhasználói felület. Természetesen szabadon is át lehet méretezni az oszlopokat és sorokat. Nézzük meg, hogy ezt hogy tehetjük. Itt a City-nél és a State-nél a plaintext-nek a weight-jét vegyük le. Fogjuk meg a jobb oldalon látható kis bogyót, látható, hogy hány DP az, amit beállítunk. És természetesen szépen lehet állítani így a mezőknek az értékét design nézetben is. Jó, azt hiszem, hogy az alapokat áttekintettük. Nézzük meg, hogy ez hogy néz ki emulátorba zárásként. Itt vagyunk, begépelhetjük a német, a címet, megadhatjuk a várost, és a state értéket is ki lehet tölteni. Ez egy egyszerű példa arra, hogy hogyan lehet felhasználni, és hogyan célszerű felhasználni a table layoutot. Köszönöm, hogy velem voltatok, ha van kérdésetek, észrevételetek, akkor kérlek a videó alatt, a kommenteknél ezt tegyétek meg, írjátok meg, hogy mire vagytok még kíváncsiak. Legközelebb is találkozunk. Sziasztok!